Mi pedig átsétálunk ide a kanapéra, gyere Erzsi, mert hogy mai fő egészségügyi témánkról fogunk beszélgetni. Lakos András infektológus a vendégünk, köszöntjük szeretettel. Jó napot kívánok. Hát azt hiszem, hogy itt ősszel is nagyon aktuális téma, ugye a Lyme-kór, amitől szerintem nagyon sokan félnek, és én azt gondolom, hogy még mindig keveset tudunk róla. Annyit tudunk ugye, hogy a kullancs terjesztheti, a kullancs csípés által kerülhet be a szervezetbe, de pontosan mi is a Lyme-kór? Sokat is tudunk, meg keveset is. Elsősorban nem azt tudjuk róla, ami a valóság. Tehát az igazi tragédia az, hogy rengetegen hiszik magukról, hogy ők Lyme-kórosak, orvos és beteg egyaránt. Nagyon gyakran tévednek a diagnózisban. Nem olyan nehéz ennek a diagnózisa, de mivel laboratóriumi vizsgálatok alapján szokták felállítani, és a laboratóriumi vizsgálatokkal elég sok baj van ezen a területen, így aztán nagyon sok tévedés van. A Lyme leggyakoribb klinikai tünete a Lyme-folt, ami a kullancsípés után lapangási idővel fokozatosan növekvő, legalább 5 cm átmérőjű folt. Ez így nagyjából telefonon keresztül diagnosztizálható, hogyha ezeket a kritériumokat valaki végig gondolja. Külön probléma, hogy a kullancsípéseket körülbelül az emberek 70%-a veszi csak észre. Álljunk is meg egy pillanatra, nekem a szüleim meg a nagyszüleim azt mesélik, hogy hát az ő gyerekkorukban nem volt még ilyen probléma a kullancs. Te is így emlékszel? Vagy nem tudtunk róla. Is. Az egyik fontos tényező, hogy a nagy vadállomány jelentősen megszaporodott, ennek pénzügyi okai vannak, sok állatból 20-szor, 30-szor van több, mint mondjuk az 50-es, 60-as években volt. És ezzel párhuzamosan, tehát a nagy vadak táplálják a kullancsokat elsősorban, és ezekkel párhuzamosan alakul a kullancsok száma. A másik oldalon viszont ez a felfokozott érdeklődés, tehát amit mondjuk 50 évvel ezelőtt senkinek nem jutott eszébe, hogy kullancsvizitet tartson, így aztán elkerülte a figyelmüket. Ameddig a Lyme nem volt ismert, addig az általa okozott ízületi gyulladások, szívizomgyulladás, arcidegbénulás és hasonló, mindegyikre volt valami magyarázat. Hát ugye húzatot kapott, attól volt arcidegbénulás, reumás, azért lett térdízületi gyulladása, és így tovább, és így tovább. Tehát létezett a betegség, ez egészen biztosan csak tudható. Vannak közlemények, tehát most már akár 120-130 évvel ezelőtt, és amikor leírták a betegség egyes tüneteit, és nagyon sok esetet összegyűjtöttek. Akkor induljunk az elejéről, tehát mondjuk van bennünk egy kullancs, nem nagyon hamar észrevesszük. Az első teendő az, hogy ki kell venni. Így van. És ehhez képest még mindig lehet, ugye mondjuk Lyme-kórral fertőzött, de ez jóval később derül ki, ugye? A probléma az, hogy a kullancs testét, ha összenyomjuk, akkor bepréseljük a kórokozókat. Ha állatkísérletet veszünk alapul, akkor elég sok idő, 24, 48, 72 óra is rendelkezésre áll, ameddig a kórokozó nem kerül be az állatba. De amikor magunkból kiszedjük a kullancsot, akkor nagyon gyakran összepréseljük a testét, és ez olyan, mintha egy fecskendővel beinjekcióznánk magunkba a kórokozókat. Tehát ez azt jelenti, hogy az eltávolításnál is érdemes óvatosnak lenni, de természetesen minél több időt hagyunk, annál nagyobb a kockázata a fertőzésnek. Nem mindig veszük észre, hogy kullancs van bennünk. Hogyan lehet kezelni? Beszéljünk a kezelésről. Hát, ez egy bakteriális fertőzés, és ennek megfelelően antibiotikummal jól gyógyítható. A valódi Lyme-kórosok szépen meggyógyulnak. A rémhírek abból adódnak, hogy nagyon sok nem Lyme-os beteget kezelnek Lyme-kórosként, és így aztán nagyon sokan nem gyógyulnak. Tehát akkor tulajdonképpen félrekezelik, és azért Igen. Mik azok a legdurvább szövődmények, amelyeket valóban okozhat? Nagyjából, amiket elmondtam. Tehát ugye nem muszáj a foltot észrevenni, nem muszáj a folt megjelenjen. Ebből adódik a legtöbb probléma, mert akkor nincs az a könnyen felismerhető diagnosztikus jel. Az első tünet lehet ez a szívizomgyulladás, ami szerencsére nagyon ritka, ezrelékes tartományban fordul elő. Ez meglepően lassú szívveréssel jár. Ugye az összes szívizomgyulladásnál nagyon szapora a pulzus van, itt viszont pont fordítva. Úgyhogy ez is olyan, amiből úgy nagyjából már telefonon keresztül diagnózist lehet mondani. Erzsike, te mennyire vagy oltáspárti? Mert hogy ugye van oltás. Nem vagyok, nem, szóval nem szeretem, de nem tudom, hogy ez jó-e vagy rossz. Nem szabad ilyet mondani, hogy nem szeretem, ismerni kell ugye én az oltásokat. Én az influenza oltásra gondolok most elsősorban, igen, hogy az... egyetlen egyszer oltattam be magam, bocsánatot kérek, és olyan beteg lettem télen, hogy...
Egyrészt ez sem biztos, persze. A 20-30 évvel ezelőtti vakcinák valóban gyakrabban tartalmaztak olyan, hát tulajdonképpen igen. szemetet, amit nem tudtak kiszűrni belőle. A modern vakcináknál nincs ilyen probléma. Mert ugye viszont az előfordulat, az... hogy valakit beoltanak, és közben már megbetegszik. Tehát ezek az oltás ellenes, vagy az oltás nem szeretem vélemények, ezek ugyancsak tulajdonképpen tévedéseken alapszanak. Ugye mi de csak úgy hívjuk ellen, szülőként, már... igen, ezt szeretném kérdezni, hogy kullancs elleni védőoltás, tehát így igen, rövidítjük le, ez igen. valóban hatékony? Mert ugye több ismétlő oltás is van, és hát én szülőként szeretném magamat megnyugtatni, azzal én beoltattam mindkét lányomat, hogy akkor nyugodtan szaladgálhatnak a szabadban? Hát a kullancs enkefalitis ellen van oltás. Tehát ugye van egy tucatnyi betegség, amit a kullancsok terjesztenek, ezek közül a leggyakoribb a Lyme Európában, és a legritkább talán ez az agyvelőgyulladás, amiből korábban, ameddig nem oltottunk, volt évente 300, most meg egyre kevesebb van, és most már jóval 50 alatt van az átlagos számuk. Tehát nagyon ritka betegség, viszont alapvetően gyógyíthatatlan. Tehát azért érdemes az oltással foglalkozni, mert egy 50%-ban szövődményekkel járó betegségről van szó. Egy mondat erejéig utaljunk még arra, hogy hogyan lehet megelőzni a kullancs csípés. Tehát ugye vannak ezek a kullancs riasztó sprék, nem tudom, hogy mennyire hatékonyak, mert nyilván az volna a jó, kérdezte hogyha... az előbb az oltást is, igen. szóval hatékony az oltás. Uh-huh. Sajnos sorozatoltás, sokat kell oltani, egyre drágább. És a kullancs riasztó sprék egy része szintén hatékony. Ott a probléma az, hogy ezek közül elég sok olyan van, ami egy szerves oldószer tartalmaz, és ez felszívódva kellemetlen tüneteket okozhat. Emiatt egyre hígabb koncentrációjú szereket hoznak forgalomba, hogy megvédje a gyártó magát az esetleges reklamációktól, és azoknak a hatékonysága igen. is igen. visszafogottabb. Gyengébb. Rövidebb ideig tart. Tehát ha egy olyan szert vásárolunk, amire az van írva, hogy egy óra vagy két óra a hatástartalma, az gyakorlatilag hatástalan. Köszönjük szépen doktor úrnak egyelőre, de doktor úr velünk marad, úgyhogy természetesen, hogyha van kérdésük a témában, akkor kérdezhetnek 759-5500 a telefonszámunk, aztán a műsor végén pedig majd visszavárjuk doktor urat. Köszönjük szépen!